A Nemzeti Tehetségprogram keretében Gyertek-gyertek játszani című pályázati projekt megvalósulása a Madarász Imre Egyesített Óvoda Kuten úti tagóvodájában. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő által meghirdetett a hazai és határon túli óvodai tehetség kibontakoztató programok támogatása című NTP-OKTP-19-0098 pályázati azonosító számon szereplő Gyertek-gyertek játszani elnevezésű nyertes pályázat 2019. október 1 és 2020. december 31 között valósult meg a Madarász Imre óvoda Kuten úti óvodájában. A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás 750 000 forint. A pályázati programban az óvoda Palánta gyermektánc tehetségműhelye vett részt 16 gyermekkel. Szabó Lajosné szakvizsgázott gyermektánc oktató, tehetséggondozó óvodapedagógus vezetésével. A 30 órás program célja: a műhely munka során a gyerekek megismerték a magyar népi hagyományokat, a jeles napokhoz fűződő szokásokat, az eredeti énekes népi játékokat, az igényes és értékes magyar népzenét, valamint a néptánc alaplépéseit, motívumait, térformáit. Jártasságot szereztek a viselethordás és a színpadi viselkedés területén. A projekt során a tehetségcsoport tagjai a magyar néphagyományait, jeles napokhoz köthető szokásait, táncát, műhelymunka és élményszerző programok által ismerték meg. Ezek az alkalmak új ismereteket közvetítettek a gyerekek felé, amelyek személyiségük további komplex fejlődését szolgálta. A csoport foglalkozásain a népi hagyományok iránti fogékonyság megalapozása történt. A gyerekek cselekvő módon vettek részt a szokások elsajátításában. A program megvalósítása közben fejlődtek átlagos és átlag feletti képességeik, kiemelten jó adottságaik tovább finomodtak, kreativitásuk aktivizálódott, társas kapcsolataik bővültek. Élményszerző és lazító programok gazdagították a projektet, amik által a gyerekek hagyományok iránti érdeklődése és kötődése erősödött. Látogatást tettünk a Kullóvárdában, ahol a csoport tagjai élőhelyükön figyelhették meg az őshonos állatokat. A Györfi István Nagykun Múzeum Kunok öröksége című állandó kiállításán néprajzi értékeinket vehették szemügyre. Lazító programként részt vettünk a Szent Pál Marista Általános Iskola farsangi felvonulásán, valamint a szülőkkel közös kirándulást tettünk a Szélmalomhoz. A megszerzett élmények mélyítették a tehetségígéretekben az identitástudatot, nemzeti kultúránk iránti szeretetet. A szülők lazító programokba történő bevonása az értékközvetítést népi kultúránk iránti szemléletformálás segítette.